Jól sikerült a legutóbbi szezon a Szombathely Crushers együttesének, amely az őszi időszakot már a toborzással és az alapozással tölti. Az amerikai futballcsapat képviseletében Tatár István köszöntötte az ELTE Szavária Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet első éves hallgatóit, akik rendhagyó módon ismerkedhettek meg ezzel a kőkemény sportággal. Az ötletet azt az egyik csapattársunk, Tatár István hozta, ugye ő állt kapcsolatban az egyetemmel, és nekik is volt egy ilyen igényük, hogy megismerjék az amerikai futballt, volt egy ilyen programuk, hogy rekreációs tábor, és hát akkor összehoztuk ezt a dolgot, hogy mi is megmutathassuk magunkat a fiataloknak, és a fiatalok megismeressék a sportágat. Az amerikai foci hazánkban is egyre népszerűbb. Az egyetemisták között többen is nagy kedvel teljesítették a nem mindennapi feladatokat. Ugyanakkor a sportág megismerése mellett a frissen felvett hallgatók összekovácsolása volt a fő cél. Ez is egy részét képezi, hogy egy kicsit összekovácsolódjanak az első éveseink, és próbálunk nekik olyan játékokat, rekreációs tevékenységeket elhozni, amivel még nem nagyon találkoztak, ezzel is színesítve azt, hogy milyen lehetőségeik vannak itt Szombathelyen, hogyha sportolni szeretnének. A közös edzésen a támadó és védőjáték alapjait egyaránt testközelből tanulhatták meg az egyetemisták. A blokkolás, a rövid és a hosszú passzok elsajátítását követően egymás elleni játékkal zárult a tréning. A tábor ideje alatt további egyéni és csapatsportokat próbálhattak ki a fiatalok.